Üdvözlök mindenkit, ez az elhúsz szélő élő felvétele, én Juhász Bálint vagyok a Digital Media Hungary konferenciáról jelentkezünk Siófokról, és hát abban visszam, hogy tavaly ilyenkor, amikor hasonlóan itt voltunk, hogy ebben az évben már másról fog szólni a hype, de itt van velünk még mindig az AI és ez a sláger. Ugye a slágereket már láthattuk itt az előző előadásban, hogy hogyan készülnek, Na de hogyan készülünk mi arra, hogy mi lesz az érzelmeinkkel, az emberi kapcsolatainkkal, erről fogunk beszélgetni. Beszélgető partnerem pedig itt a színpadon Tarianna Mária, pszichoanalitikus, pszichoterapeuta. Üdvözöllek! Én is üdvözlök mindenkit. Egy ettől es kellene, mennyire nem érzékeljük azt szerintet, hogy így torzul a világképünk, és mondjuk a lelki fejlődésünk és a kapcsolataink így a mesterséges intelligenciának köszönhetően. A tízes a nagyon nem az egy, meg hogy akkor <coughs> minden ember, akkor kilenc. Közel vagyunk hozzá. És itt van keleti Artur is, kibertitok jövőkutató, az informatikai biztonság napja alapítója. Szerbusz! Hello, és üdvözlök mindenkit én is. Várhatóan napi... a és gépet is. Igen, azt akartam megkérdezni, hogy igazából ez már a klónod és igazából egy vagy te pedig Budapestről irányítod magad. Már nem irányítom, ez automatikus teljesen. Nagyon szuper. és holografikus kivetítő egyébként, erőterekkel. Bízom benne, hogy ideig nem ér el, vagy hát akkor majd Anna Mária szól, hogyha valami pro probléma lenne itt a vita helyzetben. Én a közönséget kérdezném még meg, több témakört jelöltünk meg, mindegyiket érinteni fogjuk, de hogy melyiket domborítsuk ki főként. A technológia, az érzelmek, az emberi kapcsolatok és az emberi fejlődés lenne most fókuszunkba. Kezeket szeretnék ismét kérni. Ki az, aki főként a technológiáról szeretne ma hallani ebben a beszélgetésben? Super! Az érzelmekről ki szeretne hallani? Ez már jóval több. Az emberi kapcsolatokra ki kíváncsi? Jó! És az emberi fejlődés? Jó, akkor a kettő középsőre, és láttam, hogy akkor többen Akkor én is. elindulok haza, jó? Szia, <laughs> <Azért> ennyi volt. <laughs> kezdjük azzal, hogy akkor mit tudnak most jelenleg egyedül a gépek, amit mi emberek nem? És mit tudnak az emberek egyedül, amit még a gépek nem? Mit tudnak a gépek? Minden tudnak, amit a beléjük táplált, mondjuk itt tartalom tud. A nyelvi modellek fésülnek, a, a vizuálisok pláne... Az a, az a fajta a tanuló algoritmus, ami az emberek közé lecsúszott, nekem egyébként van a legnagyobb bajom, ami a mesterséges intelligencia különböző moduljait illeti. Nyilván éppen ma reggel hallottam egy okos műsorban, hogy meg tud majd az történni, hogy egy súlyos műtétnél, ahol nagyon apró a terület, tehát mondjuk két milliméteren belül kell pontosan vágni a szikével, ott egy beékelt modul tudja figyelmeztetni a sebészt, hogyha túl mélyre vágott, vagy jobbra kéne, vagy balra, hogy hol vannak erek. Tehát nem arról van szó, hogy, hogy ne lenne minden része fontos, vagy jó, vagy távlatilag alkalmazható. De az, hogy hogy most még az emberek többet tudnak egy csomó dologban, az érzelmileg, érzelmi intelligencia, empátia tekintetében azt gondolom, hogy abszolút így van. Vagy nem? Nem tud -e érezni. Vagy megbeszéljük. <laughs> hogy hogy tud-e? Senki nem, nem tudja, hogy tud-e. Vagy tudnak-e. Én azt látom, hogy. Azt a kettőt most technológiai szempontból érdemes szétválasztani, amit mondjuk ezen a területen ilyen szűk, típusú alkalmazásnak hívnak. Például, amit mondtál erre példa, az, az, tipikusan ilyen. Tehát amit a gépektől megszoktunk, csak azt még jobban csinálják. Tehát az, hogy a, amit nem látunk, azt ott megbűti, amit nem tudunk kiszámolni, azt nagyon gyorsan kiszámolja, megbecsüli az útvonalat, tehát mindenki használ ilyet. Amikor ide jött, akkor szerintem mesterséges intelligenciával jött gyakorlatilag. Csak ezek mind olyan szűk alkalmazásai a, a területnek, ami nyilván nem feltételezzük, meg egyébként nincs is így, hogy a robot miközben ott operál, elkezd lelkizni, hogy hát de tegnap este nem aludt, mint ahogy mi sem, és akkor ez meg mennyire rossz. Na, ami, szóval, amire ki akarok lyukadni az az, hogy történt egy komoly változás ezen a területen, nagyjából 17-18 környékén technológiában, amikor megjelentek ezek a nyelvi modellek, illetve annak egy felgyorsított verziója, és hirtelen egy olyan helyzetbe találtak maga, magukat a kutatók, hogy ezek a modellek, ezek az új nyelvi modellek, ChatGPT, Claude, stb. amit fogunk róla beszélni, ezek a modellek, ezek meglepően emberszerűen viselkednek. Persze erre is lehet azt mondani, hogy erre tanították őket, ahogy te is mondtad, és ez igaz, viszont úgy tűnik, hogy olyan képességeik, tulajdonságaik is lettek, amiket nem vártunk, annyira összetetnek tűnnek. Tehát arra a kérdésre, hogy a gép az vajon tud-e többet, mennyivel tud többet, az a mondás, hogy nem tudjuk, de senki sem tudja, a Google se tudja, a gazdái se tudják, hanem nézegetik őket és beszélgetnek velük, ami azért szórakoztató, mert ez meg a te szakmád, nem az övék. Tehát magyarán olyan helyzetben vagyunk most, hogy ittünk a színpadon, tulajdonképpen ilyen technológus irányt képviselek, te meg az ember képise, de valójában neked, meg a tiszakmátoknak kell beszélgetni a, 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 a gépekkel, mert úgy tűnik, hogy mutatnak bizonyos jeleket, majd megbeszéljük, hogy miket. Azért két, két észrevételem van. Az emberszerűen viselkednek ben. erre mondjuk én inkább azt mondanám pszichológusként, hogy abban a pillanatban, ahogy egy gép válaszolni kezd neked, de még a legprimitívebb játék is, ha kiírja a gyószom, hogy mennyire klassz vagy, akkor jobban megszereted, mert hogy milyen tündéri, hogy hogy tudja, hogy mit kell neked mondani. Ha válaszolgat is, akkor végképp lesz az embernek egy olyan attitűdje a géppel szemben, mintha ember lenne. Tehát nem ő emberi, hanem én ruházom fel ezekkel az attribútumokkal. Ez szerintem. Abból a szempontból nagyon fontos, hogy szerintem egy ilyen ponton szétválik, mondjuk a fejlesztők technoktonizmusa, hogy mennyire szeretik ezt az egészet. Én el tudom képzelni, hogy mekkora öröm egy-egy ilyen fejlesztésnek nekiállni, örülni neki. A kreativitás mindig tök jó, de ugye amikor arról van szó, hogy, hogy, hogy ez... Organikus fejlődése, és lépést tart-e azzal, hogy egyébként majd az átlagember mit tud ezzel kezdeni, akkor ott azt gondolom, hogy van egy elég nagy szakadék, hogy, hogy az, a, az a szempont úgy nincs benne, hogy, hogy az emberiség, hogy úgy mondjam, fel van erre készülve. Az egy örök aggályom, hogy mikor mesterséges intelligenciáról beszélünk, meg azokról az alkalmazásokról, amik még okosabbá teszik a. Nem tudom felhasználóikat, hogy én mindig attól félek, hogy egy vékony, egyébként is okos szűk rétegről beszélünk, akik mondjuk most itt ülnek. Tehát, hogy elég jól kvalifikált, már legalább 40 éves, már bocsánat, mindenki tök jól néz ki. Tehát legalább 30, vagy 35. Szóval, hogy arról a, arról a rétegről, amelyiket most egy ö, ilyen típusú felhasználónak gondolunk, és Legnagyobb problémám, hogy nem gondolunk azokra, akik más szinten vannak, más IQ-EQ szinten, más iskolázottság, más születési hely, más életút, más attitűd, minden más, hogy ő, ő mit fog vele kezdeni. Túl gyorsan kapja meg? Mondj csak. <laughs> nem mondom. Um, nagyon sokat tudnék erre reagálni, de akkor el volt veszteni a kontrollt. Nyugodtan, <laughs> egy rövid, egy rövid választ, van lehetőség. Jó, 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 oké, akkor egy rövid viszont válasz mondanék. Um, ez nem csak a készítők öröme, amiről, amiről itt beszélünk, és azt, azt, teljesen elfogadom, hogy ahogy antropomorfizáljuk ezeket a rendszereket, teljesen érthető, hogy belelátjuk a, od, oda is az embert, ahol nincsen benne. Ezt, ez, ezt adom, azt hiszem így kell mondani. Tehát ez rendben van, csak az a helyzet, hogy ha olyan kutatók, mint amilyen, amilyen te is vagy, elkezdenek mélyebben beszélgetni ezekkel a rendszerekkel, tehát szakmai szemmel, akkor kiderül, hogy úgy tűnik, hogy több van benne annál, mint hogy. Olyan válaszokat ad, amit szeretnénk hallani. Tehát attól függ, hogy ki beszélget vele, olyan mélyre tud menni ezeknek a, ezeknek a modelleknek az agyában. És úgy tűnik, az az érdekes, hogy ezt maguk a kutatók is elismerik, hogy nem tudják, hogy hogy zajlik, de amikor ilyen kérdésekben órákon keresztül faggatják ezeket a nagyobb modelleket, akkor úgy tűnik, hogy mutatják a jeleit annak, hogy vannak bennük olyan tulajdonságok, amik nem lenne szabad, hogy benne legyenek. Mert nem tanították, úgy nem tanították létre, hogy nem kérte tőlük senki, mondjuk, alázatosak legyenek, idézőjelben mondom, vagy sok minden egyébre se kérték. Meg arra sem, hogy az emberiségnek a mindenféle jövőbeni céljait figyelembe vegyék. Tehát arra akarok kiukadni, hogy az a rengeteg anyag, mondjuk 10 millió könyv, kb. az emberiség összes tudásanyagát odaadtuk már neki, illetve az agyában felépülő, vagy mondjuk úgy, hogy a neuronjai, vagy a paraméterei között felépülő kapcsolatok, amik számunkra ismeretlenek, úgy tűnik, hogy annyira bonyolultak, hogy ebből a bonyolultságból többletérték jön ki. És ami, amit állítok, hogy ez a többletérték, ez lehet, hogy nem emberi, de nem is gépi. Tehát, hogy nem egy eszköz, de nem is ember, hanem valami más. Ugye lehet, hogy tévedek, de akkor ez lenne az, hogy a generatív modellnek az alrendszerei újabb alrendszereket tudnak generálni, és így előállítanak válaszokat, tartalmakat, összefüggéseket. Ettől fél egy csomó ember. Részben, uh, igen, igen, mondjuk így, így, is lehet fogalmazni. Tehát, uh, lehet, hogy ez egy ilyen maradékelvű gondolkodás, de én kicsit azt gondolom, hogy uh, persze, ha minden tudást belepakoltunk, vagy lunk, egy ilyen nagy modellbe, és olyan, mintha újabb és újabb kérdésekre, újabb és újabb dolgot tudna válaszolni, akkor ha csak nem azon örömködünk, hogy fú, már majdnem úgy beszél, mint egy ember, akkor egyébként pontosan milyen típusú tudást állít ő majd elő, vagy mire lesz így szükség. Csak két, két, adalék. Valamelyik nap azt láttam, biztos látták, hogy a Kudlik Júlia írt egy nyílt levelet, a most elfelejtettem, hogy hívják nőci robotnak, aki be van állítva a T, nem, delta, uh, Ada. Bíró Ada, ha jól A Delta, 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 delta ugye? Azaz, Istenem, ha még valaki emlékszik a főcímére, na mindegy is. És, igen. <laughs> és, akkor, és akkor Tulajdonképpen azon gondolkoztam, meg Hudlik Júlia leírja, hogy mi van egy napviharban, meg egy tudom mi, micsoda, hogy, majd, hogy lesz kakukk az egész információ technológiának, de hogy, de hogy tulajdonképpen én úgy magamban azt kérdeztem, hogy miért akarnánk egy tökéletes robotot látni? Hogy milyen világ az, amelyikben szeretném magam ilyenekkel körbevenni, hogy mit ad majd az az élet? Nem akarok filozófikus mélységekbe bonyolódni, de az élet szerintem akkor jó, ha vannak benne váratlan helyzetek, örömök, olyan érzelmek, amik, amik akár abból erednek, hogy látok egy embert, és nézem, hogy milyen, és mit mond, és olyan, olyan valódi. Ha azt látom, hogy van ott egy emberszerű, mert tételezzük fel, van az agyamban egy olyan lehetőség, amire még csak pilot kutatása van a Sydney Egyetemnek, de mégiscsak van bennünk valamiféle felismerő kapacitás, hogy, hogy látom, hogy valami hamisat vagy valódit látok-e, hogy, hogy akarok-e nem, nem, valóságot látni. Én magam az, hiszem, hogy nem szeretnék egy olyan nagyon tökéletes világot, mert most így ezen a széken ülve roppant sivárnak találnám. De ez csak egy ilyen a tökéletesség mentén szempont. A másik szempontom azt gondolom sokkal komolyabb és fontosabb nekem, hogy a, abban a pillanatban, ahogy az elérhető alkalmazásokról beszélünk, tehát lejövünk az átlag ember szintjére, akkor én nagyon komolyan azt gondolom, hogy kellett volna valamilyen életkorhatár, ahol, ahol a helyettünk is gondolkodó alkalmazások, gyerekek, kiskamaszok, kamaszok és tinédzserek kezébe jutnak, mert nagyon könnyen leszoktat a gondolkodásról, arról az erőfeszítésről, aminek a szeretetét amúgy is nagyon nehéz elsajátítani. Úgy szoktam hogy egy gyors kattintás szokott világban, hogy nagyon, nagyon, nem mindegy, hogy, hogy az ember mennyit gondolkodik, mennyi erőfeszítést tesz, szereti -e ezt, szeretek lenni, nem, nem, azon a szinten, ahol, ahol, ahol... bonyolult kérdéseket tesz fel a CGPT nek mert hogy minden ilyen átért élmény, ahol könnyen megkapott külső tudásbázissal egy-egy ilyen töredékhez hozzájutsz, az azért elkezdi, elkezd lekapcsolni téged arról, hogy tulajdonképpen erőfeszítésekét tegyél. Láttam már olyan tanulmányt, nem tanulmányt, egy cikket, ami arról szólt, milyen, hogy fognak örülni a tinédzserek és meg az egyetemisták, mert egy csomó hülyeséget majd nem kell megtanulni. Ugye nyilván akkor majd nem mindegy, hogy mit hívunk hülyeségnek, és mit kell tényleg megtanulni, csak hogy akar-e majd valaki valamit megtanulni. Abban, abban lesz egy nehéz pont szerintem az életben. Több lényere van ennek a válasznak, én az egyikre lecsapnék. Ki akar egy húsvér emberrel kapcsolatot kialakítani, amikor mondjuk ott van a gép? Aki mindig bókol nekem, aki mindig jól válaszol, aki, akiben nem csalódhatunk, aki nem nyűgös, aki soha nem fáradt. Na hát ez az, <laughs> hogy kell -e a mellettünk ágyban horkoló. <laughs> szerintem ez egy, ez egy veszély. Ez egy veszély. Vannak nálam sokkal jobban húhogó, főképp amerikai és francia pszichológusok, akik, akik azt mondják, hogy az egy elég elég figyelemre méltó dolog már pár évvel ezelőttről, hogy az emberek nagyon szeretik, nagyon szeretik a robot influencereiket is, nagyon szeretik a velük való kapcsolattartást, és hogyha tulajdonképpen elérhető egy, egy olyan párkapcsolat, vagy egy olyan barátság, ahol a válaszokat egy gép adja lényegében, vagy egy robot, akinek a tulajdonságai kialakításában én részt vehetek, akkor valóban olyanra formálom ami erre szeretném. Ez egy kicsit csökkenteni fogja nagy méretekben, csökkenteni tudja az ember empátiáját, ami, ami egyébként meg valószínű kéne, mert hogyha Gelencsér Andrásra gondolunk, és arra, hogy milyen jövőt mondanak a globális felmelegedést kutatók, akkor pedig nagyon nagy szükség lenne arra, hogy, hogy legyenek emberi készségeink ne pedig szociálisan izolálódjunk, és ne a narcisztikus késztetéseink nőjenek, hogy legyél olyan, amilyennek ennek szeretném. És ez, az, szerinted nem narcisztikus, hogy azt gondoljuk, hogy ezek a dolgok, amiket elmondtál, ez csak az embernek a privilégiumai? És még hagy, hagy tekerjek még egyet rajta, hogy vajon, vajon technológiailag ezek nem előállíthatóak, és nem lehet, hogy amit a technológiával közösen csinálunk, az meg egy még jobb ember lesz. Tehát, hogy ezt egyszerűen nem tudjuk elengedni, mert hogy eddig mindig így volt. És most egy olyan dolgot előtt állunk, amilyen még nem volt, és az ettől való félelem, ez a kockázatot ezt úgy kezeljük, hogy ez biztos nem lesz olyan jó, mint mi vagyunk, és biztos rosszat fog velünk csinálni. Szerintem ö, annak eldöntése, hogy egy lényegében nem embert mikor tekintek úgy emberszerűnek, hogy majdnem már annak is gondolom, és a képességeit a magaméhoz hasonlónak tekintem, az egy definíció kérdése, vagy attitűd kérdése. Ha nem borítja olyan bőr, mint szőrök vannak, ugye? De, de csak azt mondom, hogy mi ezzel a baj. Mert hogy, mert, hogy szerint, én, 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 úgy jövök, én ugye kiberbiztonsággal foglalkozom majdnem a 30 éve, tehát hogy én állandóan kockázatot látok mindenben, tehát ez egész, itt is most azt nézem, hogy ki fog rám dobni valamit, tehát hogy ilyen, ilyen, gond, ilyen a gondolkodás. De az ember akkor tud jól védekezni valami ellen, hogyha először megismeri, tehát megtudja, hogy hogy néz ez ki mit tud, mire képes. És én, én, csak azt mondom, hogy ez a technológia, ami felé most haladunk, ez olyan dolgokat produkál, amilyet még nem láttunk. Én ezért szoktam ezt mondani, ez nyilván nem annyira szimpatikus mindenkinek, hogy ezt inkább egy másik fajként kezelem. Tehát se nem, tehát nem eszköz, ne, nem is ember, viszont jóval több, mint mondjuk egy elefánt vagy egy tigris, tehát legalábbis, hogy nem biológiai szempontból nyilván. Tehát csak azt, azt, akarom mondani, hogy, hogy nem lehet, hogy ezt nem kéne így egyszerűen lecsapnunk, hogy hogy, hogy, jó, hát ez ilyenből ne csináljunk többet, mert akkor már nem fog tanulni az ember, meg nem lesz empatikus, nem tudom micsoda, hanem hogy nézzük meg, hogy ezek mit tudnak, és hogyan tudjuk ezt mondjuk arra felhasználni, mondok példákat, hogy egy, egy gyerek ettől empatikusabb legyen. Például a hétvégén, ahelyett, hogy otthon ülne és nem tudom, mit csinál, bámul a Netflixre, ahelyett mondjuk elbeszélget egy ilyen cuccal, ami, ami lehet, hogy olyan élethelyzetekbe, vagy olyan beszélgetési helyzetekbe hozza, amitől elkezd fejlődni a személyisége, az empátia, sok minden más. Tehát, hogy nem lehet, hogy ez a gép agy, ez tud nekünk tanítani is valamit, nem csak elvenni dolgokat? Az előbb azt akartam mondani, hogy na pont ez az, hogy a, hogy a félünk, meg nem akarjuk, hogy a többes szám, ki a többes szám. Mert az, hogy én mit gondolok, az egy dolog, de én, én azt hiszem, hogy általában az embereknek már az is egy nagyon pontyol a megfogalmazás, mert kit gondolunk bele az általában emberekbe. Ettől, ettől csúszkál el minden, hogy, hogy ki, ki tudná elfogadni a gépet úgy, mint embert, és ki gondolja azt, hogy hogy egy másik faj, és miért ne lehetne szeretni egy másik fajt. Én nagyon békés szeretett teljes ember vagyok, én tudok szeretni egy másik fajt, de pszichoanalitikus is vagyok, tehát sajnos az való igaz, hogy hogy... Tudok én a márlói szőranya izében gondolkodni, hogy végül is egy szőrös maci mellett is felnőnek a gyerekek és egy géphang is beszélhet hozzá, persze. Én nekem az a bajom, hogy rohan előre a fejlődés, és uh, mikor vannak ilyen pontok, ahol pont meg kéne érteni valamit, akkor már onnan lényegesen előbbre haladt a fejlődés. Az emberek már, ha van ilyen, akkor így szaplatnak utána. Közben jönnek ugye ezek a megállapítások, hogyha nem vagy egy neandervölgyi, akkor szeretni fogod az fajt, Oké. Okay. És közben uh, azt, azt nem szeretném én látni, és pedig szerintem van esélye, hogy ebben az át meneti időszakban, amikor a nem emberi rendszerek még nincsenek itt, de valójában itt vannak, akkor az emberek ennek csúnyán megfizetik az árát. Er nem majd, hanem most. Erre abszolút egyetértek. De erről beszélek. I igen, ez oké. Okay. Most akkor győztem? Jó, akkor győztél. Hát, Na, szóval, hogy, hogy, hogy én csak azt mondom, hogy és ugye ez, ez szintén megint csak a saját szomámra igaz, hogy borzasztó gyors tempó mellett is kell tudni megérteni, védekezni, és, és azt kell szerintem elfogadni, hogyha az emberiség ezt a dolgot létrehozta, annak van valami oka. Szerintem, nem az úgy, emberiség hozta létre, hány ember hozta létre, szerinted? Hát de mi, mi gyártottuk ezeket az embereket? 100? 200. Hát, a jó, akkor. Um, Jeff Bezos, aki az Amazonnak a CEO-ja, az azért csinálta meg az Amazon Alexát, mert a Star Trekbe látta, hogy milyen tök jó beszélgetnek az emberek jó, egy én nem kötözködni magintán. akarok, nyelv, nyelvtanáci vagyok, csak az emberiség létrehozta, ez nem valid. Az Ennyi. emberiség létrehozott embereket, akik létrehozták a technológiát, ez így jó? Igen. Oké, okay. na tehát, hogy hogy létre, létrehozódott <laughs> ez a dolog, így a legegyszerűbb, a legbiztonságosabb. Uh, vagy ha így AI lennék, akkor elnézést kérek. <laughs> És létrehozódott. Na, csak arra akarok kiukadni, hogy... Um, hogy ez olyan tempóban fejlődik, teljesen egyetértek veled, amit, amit nem tudunk kontrollálni, ez nyilvánvaló. De szerintem ezen a vonaton már rajta ülünk. És az, hogy ezt így leállítsuk, az pont azok miatt, az emberek miatt, akit az előbb emlegettél, nem lehet. Tehát én azt mondom, hogy inkább akkor dőljünk bele, nézzük meg, hogy hogyan lehet ebből kihozni a maximumot. Viszont ehhez az kellene, hogy az olyan, olyan, dolgokat, amire, ami, ami szerintem még továbbra is egy kicsit narcisztikus, meg nem tudom, de ez a te szakmád lehet, hogy rosszul használom a kifejezést, hogy, 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 az ember az mindig a gép, meg soha. Szóval hogy ezeket én már nem merem kimondani. Mert kb. óránként jön valami olyan élményem, valamilyen formában, valamilyen, ugye a, ezekben az AI rendszerekben modalitásnak hívják ezeket, a, ezeket hogy valamilyen modalitásban, a zenében, a hangban, a szövegben, a nem tudom, jön egy olyan élmény, amire azt mondom, hogy azt a mindenit. És ráadásul, mint technológus, látom azt, hogy ha most valamire azt mondom, hogy azt a mindenit, akkor három, négy, öt év múlva, vagy akár két év múlva meg még azt a mindenit bet fogok mondani. Tehát, hogy, hogy itt, itt viszont én inkább annak örülnék, hogyha ahelyett, hogy arról beszélgetünk, hogy ez milyen károkat fog okozni, ami fontos, és beszélgessünk róla, inkább meg kéne értenünk, hogy miért működik úgy, ahogy működik, mert ez is szerintem az emberiség által készített embereknek a szokása, vagy kéne, hogy szokás legyen, meg kéne érteni, hogy, hogy működik, és utána rá kéne hogy hogyan tudjuk jól használni. Úgy, hogy az olyan irányba visz minket, amit szeretnénk, és még, még egy dolgot hozett, és akkor bonyolítsam a képet. Ugye említetted, hogy mer, hogy fog, Mondani majd dolgokat, és ez milyen hatás lesz az emberiségre. Szerintem olyan pár évre vagyunk azoktól az, azoktól az ilyen típusú rendszerektől, amelyek részben azért, mert már érrendszereket tudnak megvizsgálni, és amikor válaszolnak, akkor nem egy generatív módon köpik ki, ami a 10 millió könyvből a legjobb válasz elsőre, hanem már föl tud magának különböző variációkat rajzolni és azok közül dönteni, picit hasonló, mint egy ember, amikor gondolkodik azon, hogy most melyik választ mondja egy helyzetben. Tehát előbb-utóbb úgy tűnik kutatói támogatással, hogy ezek az eszközök föl fognak találni dolgokat. Meg fognak oldani olyan problémákat, amire már, rák, most csak mondtam valamit, valamelyik rákfajtának a gyógyítását meg fogja mondani, hogy hogyan kell csinálni, amire már nincs az a világ, amire azt, azt, bárki azt tudja mondani, hogy ezt leállítjuk, mert egyébként meg nem tudom, mit csinálhat még velünk. Az a baj, hogy túl sok terület folyik össze, csak egy dolgot emelnék ki, ugye a gyakorló klinikus csak kibújik. Ha azt mondod, hogy kiberbiztonsággal foglalkozol, és itt is azt nézed, hogy ki fog rád dobni valamit, akkor egy fél mondattal később az AI tekintetében hogy mondod ki azt, hogy hát amúgy nem tudjuk kontrollálni, és akkor időjünk hátra. Mi van? Tehát érted, az idealizációnálad is látszik, hogy odáig vagy érte. Én meg úgy ülök itt, hogy nem vagyok érte odáig. Ettől az én ellenérveim nyilván ö, nagyon... Ö, emberiek lesznek, mert mindig a lélektani működés oldaláról vizsgálom. És az hogy, az, hogy a világ összes okos válaszát, összefüggését, összerakó algoritmus, amely képes még kisebb részecskékben összeszedni, összefüggéseket, az ki tud majd adni egy okos orvosi megoldást, azt egy, egyszerűen remeknek találom, különösen azért, mert dolgoztam onkológián is. De azt, hogy a személyiségfejlődés bizonyos szakaszaiban, az, az egyelőre nem kontrollálható helyzetben szabadult rá egy némely program teljesen felkészületlen emberekre, ott én azt egy kicsit elcsúszó helyzetnek érzem, hogy most azt mondjuk, hogy tessék tudatosnak lenni, odafigyelni, csak így meg úgy alkalmazni, meg nem tönsz. Szóval érted, hogy. Nem arról van szó, hogy ne, ne hinném el, hogy vannak fontos részei ennek, hanem az, hogy, hogy hosszú ideig az emberi világban fogunk élni, és fontos lenne, hogy eközben az emberi kommunikáció, az emberi kapcsolattartás, amit egyébként is kicsit kinyírt már az információtechnológia, az épességgel épüljön ennyit. Az a helyzet, hogy ez a vita, vagy ez a beszélgetés szerintem még folytatódni fog egy következő podcast epizódban, mert most kezdtünk bemelegedni, én csak kámozok, bemulok, és azért nem is szóltam bele, mert valóban sikerült teljesítenünk azt, hogy egy vita alakult ki, egy jó ízű vita. Anna, Mária, Artur, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Nincs több kérdésem, ezt a beszélgetést szerintem még folytatni fogjuk, és nagy tanulság az éjjel tekintetében, hogy 25 perc szinte már semmire sem elég, pláne ha két valódi ember vitatkozik a színpadon. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Köszönjük szépen. Köszönjük.